Amikor az ember a Hell szikszói üzeme felé tart, joggal gondolja, hogy energiaital gyártást fog látni, de ez csak részben igaz. Az egyébként óriási üzemnek csak az egyik részén készül energiaital, a másik, ráadásul nagyobbik felében alumínium palackokat gyártanak egyetlen év alatt több mint 1 milliárd darabot, lássuk hogyan. A 10 tonnás alumínium tekercsekből első lépésben a présgép ilyen csésze alakú előformákat gyárt, majd az úgynevezett body makeren kialakítják a doboztest végleges formáját, konkrétan megnyújtják az előformát. A mosást követően a dobozok már szépen csillognak, a festési, dekorálási lépések következnek. 2000 darab per perc sebességgel dolgoznak a dekorgépek, hogy ez a tempó mit jelent, azt talán az is jól mutatja, hogy a kamera képén is csak sokszoros lassítás után válik láthatóvá a folyamat. Mielőtt a dobozok a kemencébe kerülnek, még kapnak egy külső lakréteget, ennek a rétegnek ez köszönhető a jellegzetes matta vagy szoftás felület, a raktárt, ahol az elkészült üres dobozokat a töltést megelőzően tárolják, viccesen kenhettennek is nevezik, látva a belső méreteket és a raklaptornyokat, nem nehéz kitalálni, hogy miért.